Biztos tanultad már az angolban a felszólító módot. Csináld ezt, csináld azt, nyisd ki az ajtót, csukd be az ablakot, állj fel, ülj le. Ez angolban nagyon-nagyon egyszerű, mert nem teszel alanyt, nem kell ragozni, csak az igét mondod. Például, ezt biztos ismered. Sit down. Ülj le. Vagy stand up. Állj fel. Vagy a leckébe, amit most tanultál. Be quiet. Shh. Maradj csendben. Jó? De így szólítasz fel valakit, semmi nem csinálsz, csak az igét kell beletenned, jó? Nem ragozod, nem raksz tót, nem raksz inget, semmit nem teszel, csak az ige szótárja alakját. Vagy például itt volt még a könyvben, amit most elbeszéltünk, egy olyan, hogy write sentences. Write sentences. Írjál mondatokat. Vagy volt egy olyan is, hogy listen to the CD. Hallgasd a CD-t, emlékszel? Oké, de ha azt akarod mondani, hogy ne ülj le, ne állj fel, ne maradj csendbe, ne írj mondatokat és ne hallgass, akkor mit fogsz csinálni? Nagyon egyszerű lesz, azt fogod csinálni, hogy figyelj csak, don't, ez a ne, jó? Don't sit down, ne ülj le. Don't stand up, ne állj fel. Don't be quiet, ne maradj csendben. Don't write sentences, ne írj mondatokat. És don't listen to the CD. Ne hallgass a CD-t, jó? Nagyon egyszerű, tehát egy don't szócskát fogsz elíteni, és ennyi. Ha pedig azt szeretnéd, hogy ülj le, sit down, I'm fast, stand up, jó? Tehát csak a don't-ot teszed elé, nem ragozol, nem teszel alany, semmit nem teszel, pofon egyszerű. Clear? Világos? Clear? Alright, let's go on!